Magánhadsereget épít Matolcsy György, ezért vett fel maga mellé volt kémelhárítási vezetőket, állítják az ellenzéki pártok. Az Index cikke szerint három volt magasrangú alkotmányvédelmi hivatali vezető került az MNB-hez, és egy volt tekes kiképző is ott dolgozik már egy ideje. A Fidesz-KDNP szerint az MNB működésével nincsen semmi gond. A legnagyobb név az MNB munkatársai között Göbölös László, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt főigazgatója. Ő 2012 és 2015 között vezette a polgári kémelhárítást. A Nemzeti Bankhoz került Göbölös helyettese is Görög Sándor, ő korábban a Katonai Biztonsági Hivatalt igazgatta. Matolcsy György munkáját segíti még Dobra Tibor, aki szintén az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője volt, jogi igazgatóként dolgozott. A negyedik szokatlanul nagy név pedig Bakonyi András, aki a TEK egykori fegyveres harci kiképzője volt. Az Index szerint érthető, hogy Matolcsy György olyan volt titkosszolgálati vezetőkkel veszi körül magát, akik nagyon sokat tudnak az elitről, ezzel is magát védi a konkurenciával szemben. Az ellenzéki pártok szerint Matolcsy György fél és magánhadsereget épít. Matolcsy Györgynek persze talán kevesebb oka lenne a félelemre, ha nem a saját rokonai között osztotta volna fel és szét a magyarok jegybanki milliárdjait, akkor nem lenne erre szüksége. Tisztességes jegybankelnökre van szükség, nem pedig magánhadseregre. Matolcsy György fél, de a biztonságot nem ott kell keresnünk, ahol ő. Azt reméljük, hogy a személyes biztonságát semmilyen veszély nem fenyegeti az országban, azt viszont határozottan állítjuk, hogy az ő tevékenysége az nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A kormánypártok szerint a Nemzeti Bank működésével minden rendben van. A Fidesz-KDNP, illetve a kormányzat is teljesen függetlenül működik a Magyar Nemzeti Banktól. Nekünk az az érdekünk, hogy egy olyan nemzeti bank működjön, amely magyar nemzeti érdeket képviseli, stabilitást biztosítja a magyar gazdaság számára, és támogatja azt a gazdaságpolitikát, amelyet a kormány folytat. Az MNB írásban válaszolt kérdéseinkre. Szerintük Göbölös László és Görög Sándor szakmai tapasztalatokból adódóan segítik a jegybank munkáját. Dobra Tibor és Bakonyi András pedig az MNB biztonsági ZRT munkatársai. A közlemény szerint a jegybankot megfelelő biztonsági protokollal kell védeni, amely megfelel az uniós gyakorlatnak.